Speciális lámpa alatt fényvisszaverő fóliával kibélelt helyiségben termesztette a férfi a kábítószerként használt növényeket. A rendőrség felvételének következő képén pedig már a zacskóba adagolt, leszüretelt, kész drog látható. A nyomozók összesen három helyszínen, köztük Faddomboriban és Szekszárdon is tartottak egy időben házkutatásokat. Ezek közül kettő során termesztés egyértelmű nyomaira bukkantak. Házkutatások során kábítószer előállítására alkalmas eszközöket, illetve egy kialakított helyiséget találtak mind a két helyen, valamint összesen 16 tő kanabisz növényt is. A drogtermesztés miatt egy 25 éves férfit hallgattak ki a rendőrök. Az eset kapcsán egy férfit, egy 25 éves szekszárdi férfit kollégáim előállítottak és gyanúsítottként hallgattak ki kábítószerbirtoklás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A férfi a bűncselekmény elkövetését elismerte, továbbiakban szabadlábon védekezhet. A férfi ellen indult ügyben a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának rendőrei vezetik le a nyomozást.